Sziasztok! Ez itt a Planet Zoo kiegészítőket bemutató sorozat. Ha gondolkozol azon, hogy bővítenéd a játékot valamelyik kiegészítővel, de nem tudod, hogy melyik kell, akkor nézd meg ezt a sorozatot, ebből megtudhatod, hogy melyik kiegészítő milyen pluszt ad az alapjátékhoz. Ebben a részben az Afrika kiegészítőt mutatom be, ami 2021. június 22-én jelent meg. Lépjünk át a Szahara északnyugati sarkán található El Darar bazár kapuján. Erről eszembe jut Aladdin, habár az a bazár a közel-keleti tengerparti Agrabahban található, vagyis egy kontinensnyivel odébb. Herceg jő, nagyszerű ő, Ali Ababa. Ez az új állatkert, amit challenge módban kapunk a kiegészítővel. Ezen kívül kapunk több mint 180 új észak-afrikai stílusú építési elemet, növényzetet és blueprintet, 4 kifutós és egy teráriumi állatot. Állatkertjeink bővülhetnek a szurikátákkal, amelyeket az állatbemutatók 59. részében nézhetsz meg. Úgymond több tonnányi állatot kaphatunk a 110. részben bemutatott déli széles szájú orrszarvúval, amelynek az első mesterséges úton fogant példánya a budapesti állatkertben élő Léla. Aztán itt van nekünk az új kis madárkánk, amelyik nem tud repülni, a 44. rész főhőse, a pápaszemes pingvin. És a kis nagyfülű ragadozónk az Antoine de Saint-Exupéry kis hercegének a róka barátja, a 31. részben megjelent sivatagi róka. És egy Afrika csomagból nem maradhat ki az egyiptomiak Szent Scarabeus bogara sem, amely a 63. részben lett bemutatva. Kapunk 4 új Afrikában honos fafajtát, padot, kukát, asztalt, napernyőt és sok más építési elemet. Nézzük is meg az állatainkat közelebbről. A szurikáta vagy más névem négyújú manguszta a mongúszfélék családjába tartozik, de ez nem volt mindig így, mivel a régebbi hagyományos besorolás szerint a civetmacskafélék családjába tartozott. Búj elő, kicsi barátom! A kis huncut megcselezett és máshol bújt ki, mint ahol vártam. A civet macskafélék családjába tartozik a Dél-Kelet-Ázsia kiegészítőben hozzáadott binturong, vagy a trópusi kiegészítőben hozzáadott fossa. Maga a szurikáta elnevezés a szuahéli nyelvből származik, jelentése szirti macska, és népies nevén préri kutyának is nevezik, viszont a tudomány másik fajt nevez préri kutyának. Szavannákon és félsivatagokban élnek, eloszlásuk a talaj típusától függ. Nappali állatok az éjszakát a maguk ásta üregrendszerekben töltik, mint ahogy itt is látható, lemodellezték az üregrendszerek nyílásait. Egy-egy ilyen rendszerben a járatok hossza elérheti a 3 métert is. Jó a hallása és a szaglása, a látása meg különösen éles, és ez ajánlott is neki, mert bár rendszertanilag a ragadozók közé tartozik, inkább a préda szokott lenni, mint a vadász. Emiatt gyakran áll két lábra, hogy korán észrevegye a közeledő veszélyt. Álló testhelyzetben farkára is támaszkodik, ezzel jelezni is szokott a többieknek. Rendkívül érdeklődő, már-már szemtelenül kíváncsi állat, és ez hasznára is válik, mert a természetben sokféle táplálékforrást kell kiaknáznia. Néha még a skorpiót is megeszi, de tápláléka 90%-át a rovarok teszik ki. Ha a táplálékbőség lecsökken, felkerekednek rendszerint az eredeti üregtől 1-2 km távolságra építenek egy újat. Ha többet akarsz megtudni a szurikátákról, keresd a leírásban az 59. rész linkjét. Lássuk a következő állatot. Maradjon az eredeti felsorolás, következzen a déli széles szájú orrszarvú.
A széles szájú orrszarvúnak két alfaja van, ebből az egyik a déli alfaj. Az északi alfajt lassan már nem is lehet az élő fajok közé sorolni, mivel az utolsó hím egyedének a pusztulásával megszűnt a természetes szaporodási lehetősége is. Amennyiben tudnak kinyerni petesejteket a fennmaradt két északi nőstényből, megpróbálhatják a lefagyasztott spermiumokkal azokat megtermékenyíteni déli orrszarvak béranyaságával, ezzel megmentve az északi alfajt. Mára már a déli alfa is csak kisebb feldarabolódott szavannákon és bozótos területeken él, lassan már csak nemzeti parkokban. Korábban ezt az alfajt is a kipusztulás fenyegette, de a természetvédelmi projekteknek köszönhetően mára újra elszaporodott. Így ez lett az egyetlen orrszarvú alfaj, amelyet a Természetvédelmi Világszövetség áthelyezett a mérsékelten veszélyeztetett kategóriába. Napjainkban nagyjából 20 000 egyede él, ami több, mint az összes többi orrszarvú faj együttes száma. A teljes populáció legnagyobb része a Dél-Afrikai Köztársaság területén él. Az indiai orrszarvúval ellentétben két szarva van, melyek egymás mögött helyezkednek el. Méretük különböző, az első sokkal nagyobb, mint a második, míg a hátsó átlagosan csak 60 centis, addig az első megnőhet akár másfél méteresre is. Ha többet akarsz tudni az első mesterséges megtermékenyítéssel született széles szájú orrszarvúról, vagy a kihaló félben lévő északi alfaj esélyeiről, nézd meg az állat bemutatók 115 részét. Lessük meg a kis nagy fülű. Nagyon cuki kis rókafaj ez, Magyarországon több állatkertben is látható. Ez az Észak-Afrikában, a sínai félszigeten és az arab félsziget sivatagaiban élő kis ragadozó, a rókák is egyben a kutyafélék családjának a legkisebb termetű tagja. Szegény egyedül van, gyorsan hozok neki egy társat. Ezúttal eltekinthetünk a tonnáktól, mivel ennek a kis rókának a súlya 1,5 kg körül mozog, testhossza pedig körülbelül 25-40 cm között van. Az összes rókafaj közül neki van a testéhez mérten a legnagyobb füle. Mérete megközelíti az állat teljes hosszának felét, 10-15 cm-es, és a talaj alatt mozgó zsákmány észrevételében segíti, de a hőleadásban is hasznos. Éjszaka vadászik, főleg rovarokra, kisebb gerincesekre, gyíkokra, madarakra, de növényi részeket is nagy mennyiségben fogyaszt a víz pótlása érdekében. A talpát is bundaborítja, ami védi a forró homoktól és a hangtalan közlekedésben is segíti. A többi rókával ellentétben csapatokban él, és nincsen szagmirigye, ami más néven az ibolyamirigy. Egy család akár 10 egyedből is állhat, ezeket egy alfa pár vezeti. Saját maguk ásta akár 120 négyzetméteres, többen járatú üregekben él együtt több róka család. További érdekességekért nézd meg a 31. részt. Következzenek a madárkáink, de mivel még nincsenek jelen ebben az állatkertben, ezt a tavat kihasználva gyorsan összedobok egy kezdetleges kifutót nekik.
lássuk végre a pingvinfélék családjába tartozó úszómadárkákat, az egyetlen afrikai pingvinfaj. A kavicsos sziklás dél-afrikai tengerparton és a környező védett szigeteken költ, ezért sok nyelvben az afrikai vagy foki pingvin nevet viseli. A ma élő afrikai pingvinek elsősorban a Dél-afrikai Köztársaság és Namíbia területén élnek. A pápaszemes pingvin magyar nevét a szemei felett látható csupasz rózsaszín bőrfelületről kapta. Ezzel a bőrfelülettel tudja szabályozni a testhőmérsékletét. Amikor megemelkedik a hőmérséklet, több vér jut ide, így módon hűtve a testét. Ilyenkor ennek a bőrfelületnek a színe még élénkebb lesz. Egyébként pingvinhez méltóan fekete és fehér a teste. Kinézete hasonló közeli rokonaihoz, a Humboldt pingvinekhez, a Magellán pingvinekhez és a Galápagoszi pingvinekhez. Átlagosan 30 méteres mélységig merülnek le, és a 24 km per órás sebességet is elérhetik. A legtöbb déli sarkköri madárral ellentétben inkább a szárnyukat használják a vízben, úszóhártyás lábukkal csak a víz felszínén neveznek. Mindemellett kitartó vadászok is, akár 70 kilométert is úsznak a zsákmány után, de néha még a 200 kilométeres távtól sem riadnak vissza. Ilyen jelentős távolságot főleg akkor tesznek meg, amikor a fiókákat etetik. Nézd meg a bemutatók 44. részét, ahol ezek a kis madarak a főszereplők. Most pedig helyezzünk el a blueprintek közül egy teráriumot Egyiptom Szent Bogarának. A Scarabeus sacer, köznapi nevén Szent Scarabeus, a ganajtúrófélék egyik faja. A Scarabeus bogár a földközi tenger medencéje körüli parti dűnékben és mocsarakban fordul elő. Megtalálható úgy Észak-Afrikában, mint Dél-Európában és Ázsia egyes részein is. A koprofág bogarak közül a Scarabeus sacer azok csoportjába tartozik, amelyek a trágyát golyókká formálják. A bogár megfelelő helyre görgeti a labdáját, ahol egy föld alatti kamrádás, amelyben elrejti ezt a gyűjteményt. Ezután egy több napig tartó lakmározásba kezd. Amikor a nőstény szaporodásra kész, különösen finom szerkezetű trágyát választ ki tenyészgömbjének. Pontosabban az a hím nyeri el a kegyeit, amelyik ilyen labdával kecsegteti, majd ennek mély és nagy kamrádás. Ezután körte alakúra építi és faragja keskeny részén üregesre. Abba az üregbe egyetlen nagy tojást rak. Ezután lezárja az üreget és elindul, hogy megismételje a folyamatot máshol. Egy úgymond sikeres nőstény Scarabeus általában csak körülbelül fél tucatszor szaporodik élete során. Az ókori egyiptomiak számára ez a bogár Kefri szimbóluma volt, ránapisten kora reggeli megnyilvánulása. A bogár trágyagolyót földön görgető viselkedése hasonlít Kefri azon feladatához, ahogy a napot görgeti az égen. Ennek megfelelően szentnek tartották a fajt. Egyiptomi neve a Heper megegyezik a hajnali nap nevével, és egyben újjászületést, megtestesülést is jelent. Az egyiptomiak tömegesen készítettek Scarabeus alakú amuletteket, sőt, több mázsás emlékműveken is megmintázták. Ezeknek a használata különösen a Haluti kultuszban volt gyakori.
Időszámításunk előtt 2200 körültől a Scarabeus amulett a leggyakrabban előállított ókori egyiptomi tárgy. A világ múzeumaiban több százezret őriznek. Leggyakrabban zsírkő volt az alapanyag, mert az természetes állapotában könnyen faragható. Faragás után forró, folyékony, zöldre vagy kékre színezett üvegmászba mártották a kifaragott zsírkövet, ettől megkeményedett és csillogóvá vált. Nézd meg az állatbemutatók 63. részét, ahol a Scarabeus két másik teráriumi fajjal együtt került bemutatásra. Most pedig valahova a homokdűnék közé kihelyezem a csomaggal érkező blueprinteket. Íme ezeket az előre elkészített épületeket kapjuk a csomaggal. Aki nem akar saját épületeket készíteni az adott stílusban, az használhatja ezeket is, de érdemes keresgélni a Steam műhely gyűjteményeiben is. A leírásban megtalálható az én gyűjteményem is, érdemes feliratkozni, mert a sok kifutót és épületet, amit építettem, fel fogom tölteni oda, amik használhatóak lesznek bárki által. Ami még fontosabb, légy feliratkozva a YouTube csatornámra, hogy értesítést kapj további videókról. Nézd meg az állatbemutatókban levő videókat, hogy érdekességeket tudj meg a játékban megjelenő összes állatról. És a többi Planet Zoo listában levő videót, hogy lásd, ahogy építek. Ha tetszett a videó, nyomd meg a like gombot.
Neked csak egy egyszerű gomnyomás, nekem pedig sokat számít, hisz pozitív visszajelzés, ugyanakkor az algoritmus hajlamosabb másoknak is ajánlani. Írd meg a véleményed a kiegészítőről és a videóról kommentben, és csatlakozz a Discordhoz, ha beszélgetni akarsz velem. Ha érdekességeket olvasnál vagy osztanál meg az állatokról másokkal is, csatlakozz a planetzoo.hu oldalhoz. Köszönöm, hogy megnézted, és ha már közelednek a meleg nyári napok, legyen Afrikához közeli szép napod. Vigyázat, ezeknek a kis pingvineknek a csípése elég fájdalmas tud lenni.